Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, és mai vendégünk Lenter Balázs történész, a HVG munkatársa. Szervusz! Szia, Erbi! Folytatunk egy beszélgetést most, méghozzá az orosz forradalmakról szóló beszélgetést, legprózaiabban mondva azért, mert nem értünk a végére legutóbb. A 19. század végétől, 20. század elejétől kezdjük el boncolgatni, és hát ebből úgy tűnik, hogy nagyon sok orosz forradalom volt, de valójában eléggé szűk mesdjén haladtunk, és igazából az első világháború elejéig sikerült nagyjából megérkezni. Akkor lezárásként nagyjából azt mondtad, hogy a cár második Miklós nem feltétlen van tudatában, hogy a nagy erő nagy felelősséggel is jár, és nem ismerül fel benne, hogy ez az Oroszország, ez lehet más, mint ami éppen. Ekkor a világháborúnak a legelején másban felmerülhetett, hogy Oroszország lehet más. Mert úgy tűnik, hogy az egyetlen tömegmegmozdulás, ami itt az évek során történt, az a cár és a pravoszlávia mellett volt, attól függetlenül, hogy a cári rendőrség belelövetett. De van bárkinek képe arról, hogyha nem ez van, akkor mi van Oroszországban, ha nincsen egy cár köré szervezett, nagyon erősen központosított hatalom? Hát ugye beszéltünk már arról a legutóbbi alkalommal is, hogy azért elég sokakban felmerült az, hogy ez a fajta nagyon-nagyon keményen az agyon centralizált, egyetlen egy kézben összpontosuló hatalmi struktúrával valamit kezdeni kell. Tehát, hogy valamilyen jellegű alkotmányos átalakulásra azért Oroszországban is szükség van. Ennek lett ugye következménye az, hogy 1905-ben a cár proforma alkotmányt ad az oroszoknak, viszont ez, ahogy teltek az évek, nagyon úgy nézett ki, és ez egyébként visszacsatol oda, hogy mennyire nem gondolta azt Miklós, hogy ebből bármi is képes változni ebben az országban, hogy az alkotmányosság kötelmeivel ő nem nagyon élt. Persége pontosabban visszaélt. Tehát az, hogy a törvényhozást, a Duma, az feloszlatható volt a cár által, ezt ugye garantálta az alkotmány Miklósnak, és Miklós ezzel minden egyes alkalommal élt, amikor a Dumában olyan dolgok történtek, ami neki nem tetszett. Tehát ő szépen folyamatosan hazazavarta a Dumát, tehát lényegét tekintve formálisan volt alkotmányos monarchia 1905 Oroszország, de gyakorlatban az az abszolutista hatalomgyakorlás, amit Miklós rendszerét jellemezte 1905-ig, 1905 után is zajlott tovább tulajdonképpen zavartalanul. És nem is feltétlenül ez ijeszt meg embereket, amikor az első világháborúnak a mesdjéjére vagy határára érkezik Oroszország, hanem az, hogy ez a roppant birodalom bírni fogja ezt a háborút. Tehát vannak olyan hangok, akik szerint Oroszország alig pár hónapig fogja tudni húzni ezt a történetet, míg mások egyébként, szintén magasrangú orosz tisztviselők, állami hivatalnokok meg úgy gondolkodnak, hogy Oroszországnak éppenséggel előnyére válik az, hogy két dologgal rendelkezik tulajdonképpen a többi európai nagyhatalomhoz képest végtelen mennyiséggel. Az egyik az az emberanyag, a másik pedig a nyersanyag. Tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy minden problémája ellenére Oroszország ekkor még a világ első számú gabona exportőre. A nyersanyagokban iszonyatos mennyiségű tartalékokkal rendelkezik, nem utolsó sorban azért, mert ezeknek a kitermelése még nem olyan régen vette kezdetét, és maga a kitermelés is hát hol zajlik, hol nem, és ennek következtében az, hogy nekik rengeteg nyersanyaguk van, és rengeteg emberük van, ezzel tulajdonképpen hosszú távon meg lehet nyerni akármilyen háborút. Tehát, hogy sokan így gondolkodnak, illetve még az is felmerül, hogy azért a nyugati hatalmaknak sem érdeke az, hogy itt egy nagyon-nagyon elhúzódó háború törjön ki, mert hát az rontja az üzletet, a kereskedelmet, az mindenkinek csak ártana. Tehát, hogy itt pik-pak néhány hónap alatt ezt a történetet lezongorázzuk, és akkor lehet visszamenni a jól bevált kerékvágásba. Tehát nem ez történik. Azért háborúban nem feltétlen magától sodródik egy ország, hanem háborúban lép, akkor is, hogyha bizonyos külső körülmények hatására. Hogyan lép be Oroszország az első világháborúba? Miért ott lép be, és mik azok az érvek, amik miatt belép egyáltalán? Oroszországnak a 20. század elején két nagyon fontos külpolitikai problémája van. Az egyik a Balkán,
ami gyakorlatilag a 19. század második fele óta van az orosz politika előterében. Nagyon szeretnék a balkáni szláv népeket, ugye a pánszláv elképzeléseik égisze alatt beterelni Oroszország anyácska ernyője alá. Ennek lett volna egyébként egy jelképe Nagy Bulgária, Nagy Bolgár Birodalom újraélesztése. Erre egyébként az oroszok kísérletet is tesznek még 1878-ban, az 1877-78-as orosz-török háborúban, és ezt még a berlini konferencián megtorpedózzák az európai hatalmak, többek között Andrássy Gyula, hogy ez a Nagy Bulgária létrejöhessen. És az oroszok nem egy önkéntest is küldenek egyébként a balkáni háborúban a törökök ellen küzdő kiszláv népeknek, a bolgároknak, szerbeknek. Nagyon sok orosz önkéntes harcolt. Viszonylag ismert dalok is ekkor születnek erről a történetről. Tehát a két balkáni háború is meghatározó ebből a szempontból, és az, hogy itt megint csak nem a bolgárok tudták nyerni a legnagyobbat, hanem a kis többi nép az Bulgária ellen fordul. Ugye a második balkáni háború már arról szól, hogy nem a törökök ellen harcolnak a balkáni népek, tehát Szerbia, Bulgária, macedónok, stb., hanem ezek a népek, ezek Bulgária ellen fordulnak, mert Bulgária túlnyeri magát az első balkáni háborúban, és megpróbálják elvenni tőle a területeket, és ez sikerül is. Illetve ugye a Balkánon az is probléma, hogy másnak is vannak tervei a Balkán betagolásával, és ha úgy tetszik, kulturális gyarmatosításával, ez pedig az osztrák-magyar monarchia. Tehát itt van egy nagy ellentét, amivel kezdeni kell valamit, a másik pedig az évszázados, több évszázados nagy orosz vágy, hogy a Fekete-tenger beltengerré változtassuk. Ugye ez pedig az Oszmán Birodalomnak a rovására lehet megtenni. És az egészen egyértelmű, hogy az osztrák-magyar monarchia ugye német szövetséges. Tehát ugye már a Zweibundnak a megteremtése az egyfajta biztosíték volt az osztrák-magyar monarchia számára, hogyha esetleg baj van az oroszokkal, akkor a németek jönnek segíteni. És amikor kiderül az is, hogy a németek komolyabb szövetséget terveznek a törökökkel, ez legkésőbb ugye 1914 elején derül ki, amikor Liman von Sanders német tábornok Isztambulba érkezik, illetve ugye közben folynak olyan dolgok, hogy Krupp lövegeket szállítanak a törököknek a németek, stb. Stb. És egy idő után azon veszi észre magát Oroszország, hogy akárhova is néz, akármelyik külpolitikai problémáját is szeretné esetleg fegyverrel megoldani, annak a történetnek a vége az lesz, hogy tengelyt kell akasztani a németekkel. Így amikor megérkezik ugye a német hadüzenet, akkor nem nagyon van értelme belőle kitáncolni, mert ezt a meccset úgyis le kell játszani. Tehát akkor ott a németek kezdeményeznek, tehát németek üzennek hadat. Németek üzennek hadat Oroszországnak. Miért? Azért, mert az oroszok mozgósítani kezdenek. Ugye ez egy egész kicsit bonyolult folyamat, de hogy ugye ez az egész történet azzal indul, ugye amit az iskolában is megtanulunk, hogy Gavrilo Princip Szarajevóban lelövi Ferenc Ferdinándot. Ennek van egy olyan következménye, hogy az osztrák-magyar monarchia küld egy ultimátumot Szerbiának, amiben olyan követeléseket fogalmaznak meg direkt, hogy azt a szerbek elutasítsák. A szerbek pedig bíznak abban, mint pravoszláv testvérek, hogy jönnek majd az oroszok és megsegítik őket. Az oroszok ebben hajlandóak is, mert hát az osztrák-magyar monarchiával is van lejátszandó történetük. És csak hogy ugye az osztrák-magyar monarchia még Németországgal van szövetségben, illetve eddigre már létrejön az orosz-francia szövetség is. És ennek a következménye az, hogy Oroszország elkezd mozgósítani, amikor láthatóvá válik, hogy egyfelől Németország meg fogja támadni Franciaországot, másfelől pedig az, hogy az osztrák-magyar monarchia nem fogja jó néven venni, hogyha a szerbek elutasítják az ultimátumot, és abból háború lesz. Ha pedig háború lesz, akkor abban az oroszok be fognak szállni az osztrák-magyar monarchia ellen. A németek pedig úgy döntenek, hogy gyorsan elébe mennek ennek az egész történetnek, és a saját feltételeik alapján kezdik el a háborút. És ennek lett a következménye egy előbb Franciaországnak, majd Oroszországnak való hadüzenet. Tehát akkor a háborúba sodródás végül is nem feltétlen. Hát de itt végül is a háború céljával. Nem egy eufemizmus tulajdonképpen a háborúba sodródás, mert lényegében ez történik, tehát Oroszországnak hadat üzennek, tehát nem ő lép fel támadóként. Más kérdés, hogy egyébként erre az esetre már készen vannak a tervek, és mindenkit meglep egyébként az a villámgyors orosz mozgósítás, de ebbe szerintem most nem nagyon van értelme belemenni, mert túlságosan nagy örömmel fogunk nekiállni zászlócsákat tologatni a térképen, ami azért nekünk lehet, hogy szórakoztató, de a hallgatóknak kevésbé. Így van, és végül 1917-hez szeretnénk megérkezni. Mit ront el a cár, vagy a hatalom, ami ahhoz vezet, hogy forradalom törjön ki egy háborús országban? Kezdjük először a gazdasági résszel, mert ez baromira fontos, hogy ugye említettük azt, hogy Oroszországnak a
az ipara az éppenséggel kiépülő félben van. Tehát, hogy még az óriási nyersanyag tartalékához képest igen elenyésző az ipari kapacitása. Tehát hiába van neki meg a világ összes nyersanyaga, hogyha nem tudja megfelelő ütemben kitermelni. Ez egyébként azt jelenti, hogy havonta például 20 000 puskát tudnak gyártani. Ez hirtelennyiben tűnhet rengetegnek, de amikor milliós hadseregekről beszélünk, gyakorlatilag fél Európát átszelő frontvonalon, ott 20 000 puska havonta semmi. Pláne úgy, hogy az orosz csapatok az első néhány hónap meglehetősen aktív harci tevékenykedése során irdalatlan mennyiségű hadianyagot el is veszítenek. És emellett még azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ugye katonát be kell hívni ahhoz, hogy ezt az újfajta tömegekre épülő hadviselést, ezt emberanyaggal bírni lehessen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1914 és 17 között 10 millió embert vonultatnak be az orosz hadseregbe, úgy, hogy közben már alapból van egy 5 milliós állománya a hadseregnek. A háború alatt az orosz férfi lakosságnak a 15 és 49 év közötti korosztályának a fele fordul meg az orosz hadseregben. És akkor ehhez jön egy nagyon súlyos hadianyaghiány, hogy ezeket az embereket egy idő után nem tudják felfegyverezni. Tehát egészen konkrétan olyan jelenetek játszódnak le, amit ugye az Ellenség a kapuknál című filmben a II. Világháborúból látunk. Amikor a Sztálingrádnál rohamozó szovjet katonáknak mondják, hogy akkor az elesettől kell felvenni a lőszert vagy a fegyvert ahhoz, hogy tovább tudjál harcolni, mert neked nincsen. Ez szó szerint elmondja egyébként az orosz vezérkar főnöke 1915. júliusában Mihály Beljajev gyalogsági tábornok, a francia követnek, Maurice Paléolognak, ezt most idézem szó szerint, gondolja el, hogy több gyalogezredben, amely részt vett a legutóbbi harcokban, az emberek egyharmadának nem volt puskája. Ezek a nyomorultak türelmesen várták a shrapnel záporban, hogy valamelyik társuk elessék és meghaphassák a fegyverét. Valóságos csoda, hogy nem tört ki pánik ilyen körülmények között, igaz, hogy a mi muzsikjaink bámulatosan kitartóak és belenyugvóak. Tehát ebből ugye nem csak az látszik, ebből a szövegből, amit egyébként a francia követ feljegyzett a naplójába, tehát ezt Paléológ naplójából ismerjük, ezt a beszélgetést. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nem volt hadianyag, nem volt puska, amit az embernek a kezébe lehetett adni, hanem az is látszik, hogy hogyan gondolkodott egy orosz tábornok az egyszeri katonáról. Hogy az egyszeri katonának az a dolga, hogy birka türelemmel várja, amíg lemészárolják, vagy jobb esetben kap egy puskát és harcolhat vele. Ami hát azért nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon Oroszországtól nyugatra el lehetett volna képzelni, hogy máshol így bánnak az emberben. A háborús erőfeszítések finanszírozására is szükségük volt az oroszoknak pénzre. És ezt hogy oldják meg? Elkezdenek irgalmatlan mennyiségben rubelt nyomtatni. Na de hogyha az ember elkezd irgalmatlan mennyiségben pénzt nyomtatni, annak a következménye egy infláció. Az infláció hozza maga után a drágulást, a drágulás pedig ugye ellehetetleníti az életszínvonalat, és ez például a mezőgazdaságból élő családoknál volt a leglátványosabb. Tehát amellett, hogy egyfelől van egy infláció, van egy drágulás, amellett ők a saját kis terményeiket nem tudták jó áron eladni. Ennek pedig a következménye az lett, hogy egy idő után megvonták a vállukat, és elkezdtek csak akkora mennyiségben termelni, ami közvetlenül nekik és a családjuknak kellett. Ennek pedig az lett a következménye, hogy elkezdtek éhezni a városban lakó emberek. Mert nem jutott be az élelem vidékről. Mert a vidék csak annyit termelt, amennyire neki szüksége volt. Azt hiszem, hogy ez is nagyon máshogy működött volna Nyugat-Európában mondjuk. Tehát, hogy ez egy nagyon más reakció, mint amire elsőre gondolnék. Nyilván ennek azért, tehát ebben azért benne volt az is, hogy az egyszeri parasztnak az élelme azért ért kevesebbet, mert mondjuk a hadi beszállítása, tehát hogy a hadseregnek szállít az élelmet, abból azért eléggé meg lehet tollasodni a világ minden pontján. De hát azt meg a híres orosz korrupció elintézte, hogy ezt kiszállíthatja be és ki nem. Ki milyen áron veheti át az élelmet, és nyilván aki beszállította ezt a hadseregnek, ezen minél többet próbált keresni, ezért ő jobban volt érdekelt, hogy minél olcsóbban vegye meg a parasztól a gabonát, és azt minél drágábban tudja eladni a hadseregnek. Tehát nyilván a jó öreg orosz korrupció is ebben a történetben közrejátszott. És most jutunk el odáig, hogy kérdezted, hogy mit tett rosszul a cár. És itt van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, nevezett filozófiai fogalom, amiről beszélnünk kell, ez pedig a jó cár eszménye.
ez egy több évszázadra visszatekintő, nagyon-nagyon mély meggyőződése az orosz népfényeknek, hogy a cár alapvetően jó. Ha rossz dolgok történnek, azok azért történnek, mert a cárnak vannak gonosz, rossz indulatú tanácsadói, akik elrejtik a cár elől a valóságot, és a saját pecsényéjüket sütögetve nyomorítják szegény muzsikokat. Tehát nekünk nincs más dolgunk, mint felvilágosítani a cárt arról, hogy ami történik, az nem jó, és akkor minden megjavul. Ugye erre volt egy elvetélt kísérlet az 1905-ös szentképekkel vonuljunk a cár elé, és meséljük el neki, hogy rossz, ami van. És ugyanez él tovább még 1915-ben is a nagyvereségek idején egészen addig a pontig, amíg II. Miklós el nem követi élete legnagyobb hibáját. Ez pedig az, hogy fogja magát, és 1915 nyarán átveszi a főparancsnokságot a hadsereg fölött. Innentől kezdve pedig bármi történik a fronton, megvan a felelőse. Nem egy hülye tábornokról van szó, nem egy gonosz és tehetségtelen udvarancról van szó, hanem hogyha valami baj történik a fronton, innentől kezdve annak a felelőse a cár. És ő a főparancsnok. Kihirdette. Mindenki tudja. Ez egy óriási hiba. Egy olyan helyzetben, ahol a cárnak a jó cár eszményére hagyatkozva annyi lenne csak a dolga, hogy rámutasson a felelősre, hogy miatta vagyunk bajban. És lecseréljük, és akkor majd jobb lesz, és akkor mindenki kicsikét türelmesebb lesz az új emberrel. Nem? Ő átveszi a parancsnokságot. Ezzel generál egy másik problémát is. Azzal, hogy ő elmegy hadvezéresdit játszani a frontra, azzal ott hagyja a hátországot. A hátországban pedig a felesége kezd el uralkodni, Alexandra cárné, akivel az a gond, hogy német származású. És a háborúban, a németek ellen zajló háborúban, egy német nő uralma alatt, ezt így is hívják Alexandrát, a petrográdi, hogy is mondjam, slangben, csak hát a nő helyett egy kicsikét csúfabb kifejezések is előfordultak, de hogy németezik nagyon határozottan, és hát nyilván Alexandra a saját kegyenceivel veszi körbe magát, és hát itt fog problémát jelenteni a Rasputin jelenség is. Második Miklósnál az, hogy majd ő kimegy, és ő igen, vezeti a hadat. Azon gondolkoztam, hogy ez a mentalitás meg hozzáállás Európában, vagy a magyar történelemben mikor volt jellemző, és hát nekem nagyjából Nagy Lajos, esetleg Luxemburgi Zsigmond jutott eszembe, akikről tudom, hogy vezettek hadat. Hát Nagy Lajosnak ment, Luxemburgi Zsigmondnak már annyira nem, de hogy ez egy másik kérdés. Ez erre az eszmére vezethető vissza? Erre az uralkodó, aki kiáll a frontvonalba, és ott közvetlenül vezeti a hadat? Nyilvánvalóan. Ez is benne van, meg hát azért ezt ne felejtsük el, hogy ez azért nem olyan régi történet, tehát hogy nem kell feltétlenül középkori példákat keresni. Gondoljunk abba bele, hogy a Solferino-i csatát osztrák oldalról Ferenc József vezette. És hát az 1859, az nincs annyira messze. Bár nyilván hozzá kell tenni, hogy ez ilyen utolsó-utolsó története volt, amikor a király maga ment hadba Európában. Erre egyedül a cár tudott rá tromfolni 1915-ben, de ez a fajta főparancsnokság is inkább olyan névleges jellegű volt, mert mindig voltak mellette olyan vezérkari tisztek, akik azért a híresen akarat gyenge Miklóst azért meg tudták győzni arról, hogy ezt vagy azt vagy amazt kellene tenni. Tehát azért Miklósról meglehetősen köztudott volt az a tulajdonsága, hogy mindig annak van igaza, aki utoljára járt nála. Tehát, hogy nem nagyon tudott ő hosszú távon határozott lenni. Tehát van itt egy orosz népünk, most így leegyszerűsítve, akiknek, hogyha kimegy a frontra, akkor az a tapasztalata, hogy türelmesen várja, hogy elhújjanak a bajtársai, nyilván sarkítva itt ezt a képet, de hogy ez egy nagyon emberpróbáló dolog. Másik oldalon az a tapasztalata, hogy hatalmas infláció van, és egyre kevesebb élelem, és ennek a klasszikus feloldása, ami a hatalom stabilitását hozza, az, hogy hát a cárnak rossz tanácsadói vannak, de hát ez nem állja meg a helyét, hiszen a cárként van a fronton, tehát hogy ami a hadseregben történik, azért ő közvetlenül vállalja a felelősséget, ami pedig a hátországban történik, azért meg a cárnak a német, tehát az ellenségtől származó felesége vállalja a felelősséget, és itt említetted a Rasputin jelenséget, ami mi is pontosan? Azt gondolom, hogy Rasputint a legtöbben ismerik, mert nagyon karakteres,
ugye az Anasztázia rajzfilmben is szerepel, tehát, hogy van egy képünk róla, na ő lenne a néplélekben a rossz tanácsadó, ha jól sejtem, vagy valami hasonló szerepben. Furcsa benne. Furcsa a Rasputin jelenség abból a szempontból, hogy kettős a megítélése. Egyfelől Rasputin mindenféleképpen egy végtelenül negatív figurája a petrográdi közéletnek. Ugye ezt lehet, hogy nem mondtuk el, de hogy éppenséggel az első világháború kitörése és a nagy német ellenes szentiment miatt Szentpétervár nevét átváltoztatják a szlávosabb hangzású Petrográdra. Tehát ugye ezért lesz Petrográd a neve a fővárosnak. Tehát a petrográdi közéletben Rasputin egy végtelenül negatív szereplő. Leginkább azért, mert a cárnő fölött szerzett befolyását szó szerint próbálja apró pénzre váltani, és a saját kis klientúráját igyekszik benyomni felelős pozíciókba. Ebben a törekvésében természetesen végtelenül korrupt, akárki, akármivel megkenheti, hogyha megfelelő a baksis, akkor Rasputin a cárnőnél elintézi a kinevezést, az áthelyezést, a ne kelljen a frontra mennemet, stb. Tehát, hogy ebből a szempontból a közép és a felső osztály számára nagyjából a sátán kategóriája Rasputin, ő végtelenül önző, egy züllött, nagyon faragatlan parasztember egyébként. És innen jön Rasputin megítélésének a másik aspektusa, hogy az egyszeri nép szemében pedig Rasputin az az ember, aki közülük való, és végre megjelent a cári udvarban a mi vérünk, a mi Grigoriunk, aki fel tudja nyitni a cáratyuskának vagy a cárnőnek a szemét. És ennek következtében, amikor Rasputint végre meggyilkolják, akkor annak is kettős lesz a megítélése. Egyfelől van egy ilyen megszabadultunk a sátántól jellegű fellélegzés Petrográdon, másfelől pedig az egyszeri nép pedig azt mondja, hogy hát akkor mi történt? Megint az történt, hogy a nemesek megölték az egyszeri sorból felemelkedett szegény Grigorit. És most azt, hogy abban nyilván lehetetlen igazságot tenni, hogy most akkor egy ilyen népmesei hősként tekintsünk erre Rasputinra, vagy aként, ahogyan a források szólnak róla, hogy egy tulajdonképpen a saját érdekeit szolgáló, csak azért cselekvő törtető, ravasz parasztember volt. Ami talán érdekes, és ezt nem nagyon szokták tudni, hogy a Rasputinnak a meggyilkolás az a legendás történet, hogy előbb mérgezett süteményt etetnek vele, nem hat rá, mérgezett bort itatnak vele, nem hat rá, lelövik, összeverik, bedugják a néva alá, és amikor előkerül, akkor állítólag azt állapítják meg róla, hogy fulladás végzett vele, tehát hogy alig lehetett őt elpusztítani. Ez egy, a Jusupov herceg az egyik gyilkos írja le az emlékirataiban, és hát nagyon-nagyon valószínű. Egyébként ez még a Boniem számban is benne van, hogy ennyire nehéz volt elpusztítani a Rasputint, de ez valószínűleg inkább a Jusupov hercegnek a kitalációja, hogy ő csinált egy ilyen mitikus küzdelmet a sátán ellen, hogy mégse fért össze a magáról kialakított képpel az, hogy ezt az ember tulajdonképpen meghívta a házába, aztán lelőtték, mint egy kutyát, ami valójában történt Rasputinnal, tehát a tényleges vizsgálat szerint golyót kapott a fejébe, és annyi történt vele. Tehát, hogy... Na de hogy mikor a Rasputint megölik, ez 1916 decemberében járunk, akkor már szinte mindegy is a cári rendszernek. Tehát olyan elemi erővel száguld a vég felé ez a történet, hogy szinte már megállíthatatlan, pedig mindenki megállításán munkálkodik. Olyan dolgokra szánják el magukat a cárhoz, illetve a cár rendszeréhez, a Romanov családhoz hű emberek, amiket korábban nem tudnánk elképzelni. Tehát amikor a hadsereg korábbi vezérkari főnöke, a tisztességben megőszült Mihály Alekszejev tábornok összeesküvés szű a cár ellen, hogy félreállítsák, mert ami történik, az botrány. És ez csak az egyik, tehát tudunk nagyjából három olyan összeesküvésről, ami ebben az időszakban zajlik, és mindegyiknek az a célja, hogy Miklóst valahogy a háttérbe állítsák, gyámság alá helyezzék, jöjjön valaki, aki átveszi tőle a koronát, vagy legalább az államügyek intézését, és ez legyen akár a nagybátyja Nikolaj Nikolajevics nagyherceg, vagy a testvére Mihály. Sok jelölt van, tehát hogy ekkor már itt tartunk. Ezzel egy időben tombol egy muszlim lázadás Közép-Ázsiában. Ez megint nagyon érdekes, mert ez az van, hogy a 17. századtól kezdve
az oroszok épp ugyanúgy terjeszkednek Szibériában és Közép-Ázsiában, ahogyan azt Észak-Amerikában látjuk az angol szászokkal. Pontosan, szinte kottára ugyanazok a jelenetek játszódnak le itt keleten is, csak ezek kevésbé látványosak. Itt is az történik, hogy megjelennek a területeken a helyi lakosságot szépen, apránként másodrendi állampolgárokká minősítik, és a földjeiket elkezdik elszedni. Ez a tempó, ez a 19. század második felében gyorsul fel, nem utolsó sorban azért, mert amikor felszabadítják a jobbágyságot, akkor gyorsan rájön mindenki arra, hogy oké, okay, hogy felszabadítottuk a jobbágyokat, de hát ezeknek valahonnan földet is kell adni, az meg így nincsen. És erre például egy óriási mentő ötlet, hogy azok a volt jobbágyok, akik a Stolypini reformok következtében képesek kiszakadni az Ovscsinából, ugye abból a falu közösségből, ahol eddig éltek, azok kaphassanak földet Belső Ázsiában. A kazahok, a kirgizek, az ujgurok és a többi üzbégeknek a rovására. És hát ez nyilván nem esik jól az ottani muszlim lakosságnak. Az se esik jól nekik, hogy az első világháború idején elkezdik őket berángatni katonának. Az meg végképp nem esik jól, hogyha katonáknak nem viszik el őket, akkor munkaszolgálatra rángatják ki őket a frontra, és nekik kell erődítéseket ásniuk, lövészárkokat kaparniuk, stb. És ők 1916-ban kirobban egy óriási lázadás Belső Ázsiában, ami tulajdonképpen minimális közjátékokkal az orosz hatalom elleni szabadságharcként értelmezhető keretben tulajdonképpen a 30-as évek közepéig eltart. És mondjuk történik ilyen mindenféle változás, hogy az oroszokból közben szovjetek lesznek, de a belső ázsiai muszlim felkelők, baszmacsoknak hívják őket, ami banditát jelent, az ő szempontjukból a hatalom egy és ugyanaz a gyarmatosító moszkvai hatalom, nevezzék ezt akárhogyan. Orosznak vagy szovjetnek, az őket tulajdonképpen ebből a szempontból nem érdekli. Tehát van már itt egy ilyen lázadás is a háttérben. És így fordulunk rá 1917-re. Egészen sok válságjelenség van itt Oroszországban 1916-17 végére. Mi történik 1917-ben? Mi az, amitől egyrészt sokan félnek, tartanak, és ehhez képest mi történik? Kinek a várakozása igazolódik be? Van egy másik válságjelenség, amiről nem beszéltünk, ez pedig az iparosodással függ össze. Ahogy növekedik Oroszországban az iparosodás a 19. század vége óta, úgy értelemszerűen szaporodnak a gyárak. Ezekben a gyárakban munkásokat kell dolgoztatni, ezeknek a munkásoknak fizetést kell adni, és ezek a munkások is éppen ugyanúgy kezdenek egyre rosszabbul keresni az infláció és a drágulás következtében, mint az egyszeri parasztok. Na de a munkásoknak van eszközük arra, hogy mégis kikényszerítsenek valamilyen jellegű fizetésemelést, ez pedig a sztrájk. De tulajdonképpen a háború alatt látványosan növekszik a oroszországi gyárakban a sztrájk sűrűség. A hatalom azonban ezeket a sztrájkokat úgy töri le, hogy elkezdi a hangadókat besoroztatni a hadseregbe. Igen ám, csak hogy ugye az van, hogy a harctereken nagy a lemorzsolódás. Rengetegen esnek hadifogságba, sokan halnak meg, alig van már olyan tisztje, csapattisztje az orosz hadseregnek, amelyik még a békeidőben kapta a kiképzést, és nem valami fontos, gyors talpaló következtében lett belőle tiszt a legénységi állományból. És amikor kikerülnek ezek az egyébként karizmatikus munkásemberek, akik képesek fellázítani egy gyárat, hát ők ugye alapvetően tisztek is alkalmasak. És ezekből az emberekből tisztek lesznek, akik egy idő után hát nem éppen a cár iránti hűségükkel kezdenek el tüntetni. Tehát tulajdonképpen a gyári munkások megfegyelmezésére kitalált módszer az tovább erodálja a cári rendszert azáltal, hogy a legmegbízhatóbb pillérét, a hadsereget kezdi ki. Bocsánat, kik ezek az emberek? Azért kérdezem, mert ami kirajzolódik eddig az orosz társadalomról, abból az látszik, hogy ez egy végtelenül atomizált és a cáratyuska meg a pravoszlávia által összetartott társadalom. Aztán itt megjelenik egy társadalmi réteg, ami, hát persze, ha munkás, akkor szerveződik, meg sztrájkol. Mondjuk ezt a brit, meg a német, meg a nem tudom milyen példa alapján.
De hogy ez a tudás, ez honnan jön? Pontosan ugyanonnan. Tehát ugye, amikor elkezdenek gyárakat építeni, elkezdenek ipari termékeket előállítani, akkor hát nagyon fontos, hogy legyenek olyan embereik, akik tudják, hogy ezeket hogyan kell csinálni. Tehát a képzett munkaerőt nem lehet egy sima muzsikból kitaposni a semmiből. Ehhez szükség van, ha úgy tetszik, import munkaerőre. És ennek következtében pontosan ugyanúgy, ahogyan az mondjuk például Magyarországon is lezajlik, jönnek például német területről munkások. Befogadnak német munkásokat, akik megteremtik azt a fajta munkásmilliót, amiről te is beszéltél, ami mondjuk Angliában és Németországra vonatkoztatható, az bizonyos pontig Oroszországra is megfeleltethető. Más kérdés, hogy emellé még társulnak azok a meglehetősen individualista muzsikok, akik a sorsukba való belenyugvás helyett lépnek egy merészet és elmennek a városba munkát keresni. Feladják a paraszti voltukat, és szerencsét próbálnak a városokban. Őket is az ipari munkásság fogja felszívni. És innentől kezdve ki fog alakulni egy olyan társaság, akik azért, hogyha nagyon muszáj, ki tudnak állni magukért. És mindez azért volt rettenetesen fontos, hogy beszéljünk róla, mert a 1917. februárjában éppenséggel a petrográdi gyárak sztrájkoló munkásaival indul el a forradalom. Van ennek iránya? Ez egy szocialista forradalom? 1917 elején járunk, ha jól gondolom. Mondjon le a cár? Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy ezt azért szocialistának nem nevezném. Itt még egy olyan szentimentről van inkább szó, hogy ami van most, az nagyon-nagyon nem jó. Nagyon-nagyon változtatni kell rajta, és aki ezért felel, az tűnjön el az életünkből. És igen, tehát tűnjön el a cár. Tehát egyértelműen a cár személye, illetve a cárné személye ellen irányuló forradalomról van szó. Sőt, ez még csak talán nem is lehet igazán forradalomnak nevezni, mert az első napokban még semmiféleképpen. Az első napokban ez itt sztrájkokról van szó, munkamegtagadásról van szó, arról van szó, hogy nők napját tartanak. Nagyon sok nő keveredik a tüntetők közé. Hát nyilván a többség az abból a szempontból is nő, mert ugye a férfiak kint vannak a fronton. És amiért a sztrájkoló tüntető tömeg sok a nő, ezért még a rendszerhez hű katonák sem akarják a fegyverüket használni velük szemben. Még úgy sem, hogy parancsot kaptak rá. Főleg úgy, hogy nagyjából egy ilyen 12 ezer ember van Petrográd környékén, 12 ezer katona van Petrográd környékén, aki bevethető a tüntetők ellen, miközben 180 ezer fegyveres van a környéken. De ennek a 180 ezer fegyveresnek a nagy része vagy kiképzetlen újonc még, vagy sebesült. Tehát nagyjából tényleg 12 ezer ember van, aki mozdítható, és ez a 12 ezer ember is egy ponton, amikor választania kell a között, hogy most belelő a tömegbe, vagy átáll, az átállást választja. Tehát a város katonai vezetősége ugyan kihirdeti az ostrom állapotot, de nem tudnak vele mit kezdeni, mert egyszerűen nem marad olyan csapat a kezükben, aki képes lenne felszámolni ezt az elszabaduló tömegindulatot. A hírekre maga a cár is elindul vissza a főváros felé, és ekkor történik meg az, ami megint csak példátlan az orosz történelemben, hogy a cár vonatát Pszkovnál megállítják, és az akkori vezérkari főnök Ruszki tábornok és a Dumának két küldötte, az egyik egy kadettpárti képviselő Gucskov, a másik pedig annak a fekete százas tömörülésnek a fő ideológusa, akik 1905-ben még a monarchia feltétel nélküli védelmére esküdtek fel, Vaszilij Shulgin, ők hárman állnak oda a cár elé, és mondják, hogy itt nincs már mit tenni, le kell mondani. És nem úgy kell lemondani, hogy második Miklós mond le a trónról, hanem második Miklósnak és a fiának is le kell mondani a Alekszej cáremicsnek. Mert ugye Alekszej ekkor még kiskorú, és lehet attól tartani, hogyha Alekszej trónra lép, akkor ugyanúgy Miklósék uralkodnak, Miklós meg a felesége uralkodnának a nevénél. És akkor tényleg nincs mit tenni, Miklós annyit lép, hogy megpróbálja legalább a dinasztiát játékban tartani, és a testvére Mihálynak a javára mond le a trónról, de ez 1917. március 2-án történik, és 1917. március 3-án Mihály is lemond a trónról, mert látja, hogy egyszerűen nincsen lehetősége megtartani a hatalmat. Ilyen feltételekkel semmiféleképpen úgy adja vissza a
trónt, hogy abban az esetben hajlandó ő trónra lépni, hogyha erről demokratikus szavazás történik, és hogyha azt mondják, hogy és ha a többség tényleg őt akarja cárnak, akkor probléma nélkül elfogadja, de így nem. És tulajdonképpen ekkor lehet azt mondani, hogy a Romanov ház hatalma megszűnt Oroszországban. És 1917. márciusát írunk, még van hát egy több mint egy fél év. Igen. Addig az eseményig, amit leginkább a nagy októberi szocialista forradalomként ismerünk, de hát talán egyik jelzőse stimmel. Na, hát akkor itt lényegében az orosz nép kezébe kapta a sorsát, szavazhat arról, hogy ki lehet cár, létezik egy duma, tehát hogy lényegében van valamiféle, hát valószínűleg túlzás népképviseletnek nevezni, de hogy nem dinasztikusan megy tovább a hatalom, hanem lehetőség van itt egy fordulatra lényegében. Milyen erők mozdulnak meg, és milyen célok rajzolódnak ki? Szinte a cári rendszer összedőlésének pillanatától kezdve ketté szakad az orosz nyilvánosság. Egyfelől megalakul egy alapvetően polgári, liberális politikusokból álló ideiglenes kormány, Lvov herceg vezetésével, aki egy hosszú távú, alkotmányos alapon működő rendszerben gondolkodnak, viszont alapjaiban nem akarják felülírni az orosz birodalom korábbi kötelezettségeit. Tehát például nagy kérdés, hogy mi lesz a háborúval. Mert hogy a háború attól még zajlik, hogy Oroszországban megdőlt a cárnak a trónja. És Lvov hercegék nem akarnak kilépni a háborúból. Azt mondják, hogy ez becsületbeli kötelességünk ezt a háborút folytatni. A polgári liberálisokkal szemben az 1905-ös szovjetek, úgy tetszik, munkástanácsoknak a mintájára megalakul a petrográdi szovjet. Ez pedig inkább a szocialista elemeknek a gyűjtőhelye. Bolsevikok, mensevikek, eszerek találhatók ebben a csapatban. Ők alapvetően első körben még nincsenek határozottan az ideiglenes kormánnyal szembe helyezkedve. Ők elsősorban különböző szociális jellegű követeléseknek a végrehajtását várják az ideiglenes kormánytól. Csak hát itt üt be az a felismerés, hogy attól, hogy elzavartuk azt, aki miatt azt hiszük, hogy nekünk rossz, még nem lesz automatikusan jó minden. Nem fog minden azonnal megjavulni. Tehát az ország ugyanúgy káoszban van, a hadsereg ugyanúgy visszavonulóban van, a háború az ugyanúgy vesztésre áll, és ugyanúgy van egy lázadás Belső Ázsiában. És ugyanúgy nem lehet ezt menedzselni a rendelkezésünkre álló erőforrásokból, és ugyanúgy infláció van, és a többi, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát van rengeteg megoldandó probléma. Ráadásul ehhez ugye Antant segítségre volna szükség. És hát ugye az Antant se áll már olyan túl jól. Tehát, hogy azért őket is rendesen megcibálta a háború. 1917 ráadásul egy nagyon-nagyon nehéz éve az Antantnak. A nyugati fronton is, az olasz fronton is. Tehát, hogy nem nagyon számíthatnak az oroszok tőlük komoly segítségre. Annyi van, hogy fegyvereket szállítanak nekik, mert hogy ugye az orosz fegyverhiányt végül ezzel írják felül, vagy hát próbálják felülírni, hogy elkezdenek nagy mennyiségben fegyvert szállítani francia, meg brit hajók Oroszországba, csak hát az orosz vasúti hálózat foghíjassága okán ezek a fegyverek nem tudnak eljutni a frontra. Tehát elképesztő jelenetek vannak, hogy van mondjuk egy murmanszki kikötő, amiben ilyen hatalmas bálákban állnak a fegyverek, és nem jutnak el a frontra, mert hogy nincs elég vasút. És fegyver van, meg lőszer is van hozzá, csak éppen a kikötőben. Tehát hihetetlen dolgok játszódnak rá. És akkor elindul egy ilyen, kinek az értékrendje fontosabb jellegű széthúzás az ideiglenes kormány és a szovjet között, aminek nem használnak az időközben megérkező bolsevik vezérek. Elsősorban Lenin, aki 1917 áprilisában érkezik meg Petrográdra, és egyből kihirdeti a Minden hatalmat a szovjetnek című kiáltványát, ugye ezek az áprilisi tézisei, az áprilisi téziseinek az egyik legfontosabb pontja, amivel ugye Lenin egyértelműen állást foglal, hogy nem kíván tárgyalni az ideiglenes kormánnyal, ő a szovjetet tekinti a hatalom tényleges birtokosának, amiközben nincs így. Tehát maga a szovjet is eredetileg még elfogadta az alárendelt szerepét az ideiglenes kormánnyal szemben. Csak hát egy ponton túl
ez a fajta kettősség tarthatatlanná válik, és azzal próbálják áthidalni, közelebb hozni egymáshoz az ideiglenes kormányt és a szovjetet, hogy a szovjetnek az egyik legkarizmatikusabb, legtehetségesebb képviselője átül a kormányba, ez Kerenszky. És Kerenszky megpróbálja ezt a két dolgot összeegyeztetni, akiket egy eszer politikusról beszélünk, csak hát komoly bolsevik ellenszélben kell dolgoznia, és akkor már a bolsevikok német pénzből dolgoznak. Tehát ugye Lenint is a németek küldik Oroszországba, egy lezárt vasúti vagonban, és Kerenszkynek egyszerre kell keretek közé szorítani a bolsevikokat, fenntartani az ideiglenes kormány és a szovjet közötti balanszt, miközben a bolsevikok folyamatosan úszítanak ellene a szovjetben, és teljesíteni az Antantnak tett ígéretét. Mert ugye az Antant arra számít, 1917 nyarán járunk, ez azért nagyon fontos, mert ez az az időszak, amikor annyira kimerültek már a nyugati szövetségesek, hogy tulajdonképpen tartanak tőle, hogy bármely pillanatban összeomolhatnak egy német támadás hatására. Ez az az időszak, amikor mindenki azt várja nyugaton, hogy mikor érkeznek már meg az amerikai katonák. De erre csak 1918 elején kerül majd sor. Tehát ezért várja az Antant Kerenszkytől, hogy indítson egy nagy támadást németek ellen keleten, hogy legalább ott foglalja le a németeket, amíg az amerikaiak meg nem érkeznek nyugatra. És Kerenszky ezt meg is teszi. Tehát 1917 nyarán indít egy nagy támadást, ami pillanatokon belül vérbe fullad. Tehát, hogy megint csak az van, hogy ott van a hadseregnek a maradéka, rosszul felfegyverezve, a katonák nem akarnak már harcolni, de még Kerenszky elégetve a maradék népszerűségét képes lelket verni beléjük, előre küldeni őket, aztán azok összeomlanak a német géppuska tűzben. Kerenszky népszerűségével együtt. És nem véletlen, hogy ekkor történnek az úgynevezett júliusi napok, ami a bolsevikok első pucskísérlete. Akkor először próbálják meg átvenni a hatalmat. Ez is abból indul ki, hogy Petrográdnál állomásozó katonákat próbálnak meg elküldeni a frontra. És ezek a katonák akkor már nem akarnak menni. És ebből lesz egy lázadás, amihez csatlakoznak a híresen bolsevik szimpatizáns kronstadti matrózok, lesz ebből egy komolyabb felhördülés Petrográdban, amit aztán nagy nehezen karhatalommal ott a rendzavarást helyre lehet állítani, de azért ott már egyértelműen látszódott, hogy bár a bolsevik vezérek hivatalosan elhatárolódnak ettől a történettől, Lenin azért a biztonság kedvére elmenekül Finnországba utána, mert hát azért nagyon szeretnék kézre keríteni, de hát az egyértelműen már egy bolsevik kísérlet a hatalom megragadására. És itt következik Kerenszky következő dilemmája, hogy mennyire jelentenek veszélyt számára a bolsevikok, és mennyire jelentenek veszélyt számára azok a körök, akik az ideiglenes kormánynak a bolsevikokkal szembeni tehetetlenségét egy, hát hogy is mondjam, mozgósításra való felhívásnak tekintik. Ezek inkább nacionalista körök, meg a polgári liberálisoknak egy része. Próbálnak valamilyen jellegű támogatást biztosítani az ideiglenes kormánynak, csak kérdés, hogy az ideiglenes kormány és leginkább az eszer Kerenszky mennyire kér a nacionalista és a polgári liberális támogatásból. És ennek lesz egy nagyon-nagyon furcsa kifutása, az úgynevezett Kornyilov pucs, ami egy kolosszális félreértés. A névadóról, Lavr Kornyilovról azt kell tudni, hogy ő egy hírhetten vakmerő tábornoka volt az orosz hadseregnek. Brusilov írja az emlékirataiban róla, hogy még alatta szolgált az első világháború első egy-két évében Kornyilov, és a Kárpátokban hadifogságba esik, osztrák-magyar hadifogságba. Valami kőszeg melletti hadifogolytáborba rakják el az arcot, aki onnan megszökik és visszamegy Oroszországba. És rengeteg ilyen vakmerőbbnél vakmerőbb hőstett kapcsolódik a nevéhez, tehát egy ilyen klasszikus kozák. Nem túl sokat gondolkodó, de annál nagyobb a tütő katona ember. És amikor megdől a cár rendszere, akkor ő az, aki az ideiglenes kormány parancsára őrizetbe veszi a cári családot Cárszkoje Szelóban. Tehát még csak azt se lehet róla mondani, hogy egy ilyen túlságosan monarchista érzelmű ember lenne. És ő az, aki ekkor nem Petrográdon van, hanem a vadhadosztállyal a városon kívül állomásozik,
És ő az, aki a júliusi megmozdulásokat látva augusztusban felajánlja Kerenszkinek, hogy bevonul a csapataival Petrográdba, és biztosítja a rendet, és akkor utána nyugi lesz. És amikor az a telefonbeszélgetés megtörténik Kerenszki és Kornyilov stábja között, aminek a vége az lesz, hogy Kornyilov hadosztálya megindul Petrográd felé, az egy félreértés, mert Kerenszki azt mondja, hogy ne induljanak meg, Kornyilovék meg valahogy úgy értik, hogy mégis induljanak meg. Ott valaki valamit félreért, és megindul a vadhadosztály Petrográd felé. Ennek a hírére Kerenszki pánikba esik, mert azt hiszi, hogy Kornyilov ki akarja csavarni a kezéből a hatalmat, és egy ilyen ellenforradalmi puccsot akar végrehajtani. És rémületében a bolsevikokhoz fordul. Tehát azok a fegyverek, amikkel a bolsevikok majd meg fogják dönteni őt 1917. októberében, azokat ő most adja oda a bolsevikoknak, hogy segítsenek megállítani Kornyilovot. Ez egyébként komolyabb véres események nélkül meg is történik. Többek között azért, mert a bolsevikok egészen rafináltan állítják meg a vadhadosztályt, méghozzá úgy, hogy amerre az alakulat vonul, mindenhol az útszélére zavarják a környékben illetékes utcalányokat, akik lelkesen fogadják a nőt már viszonylag régen, és akkor is csak messziről látott katonákat, akik egy idő után úgy döntenek, hogy sokkal jobb lesz itt a lányokkal eltölteni ezt az időt, mint elmenni Petrográdra, tehát gyakorlatilag a vadhadosztály így menet közben feloszlik. Kornyilov katonák nélkül marad, letartóztatják, de nem történik vele semmi, tehát hogy nem ítélik el, nem végzik ki, tehát ebből még viszonylag humánusan mennek a dolgok, valószínűleg nem utolsó sorban azért, mert időközben fényderülhet arról, hogy tényleg egy félreértés volt a háttérben, de ez már nem változtat azon, hogy a bolsevikok fegyverhez jutottak, nem is kevéshez. És végül nem is használták őket. Akkor éppen még nem. És akkor ez augusztus. Ez augusztus, és ennek van egy olyan következménye, hogy tulajdonképpen Kerenszki és a kormánya is légüres térbe kerülnek. Mert hogy a bolsevikok közben kiterjesztették a befolyásukat a szovjetre, a szovjetre már nem számíthatnak, mert a szovjettel szemben ők mindig ők annak ellenére az ideiglenes kormány, hogy Kerenszki is eszer. Elvesztették a polgári liberálisok és a nacionalistáknak a támogatását, azzal, hogy letartóztatták Kornyilovot. Innentől kezdve nincsen, akire számíthatnak. És ezek után már egyáltalán nem meglepő, hogy 1917. október 25-én a bolsevikok egy egyszerű puccsal ki tudják csavarni a hatalmat a kezükből. Ezt az ideiglenes kormány nem érzékeli? Nem merül fel az, ahogy egy-két évvel később Magyarországon, hogy hát, hogyha légüres térbe kerültem, hogyha nem tudok mit csinálni, akkor átadom a hatalmat? Vagy pedig megpróbálok kiépíteni valamilyen olyan rendszert, aminek a során békésen át tudom adni valamilyen mondva csinált indokkal? Tehát, hogy itt a hatalomhoz való ragaszkodás van, vagy mi van? Béna kacsa állapota van. Ami nagyon érdekes, hogy Kerenszkinek a viselkedését nagyon sokan bírálták már egyébként ebben az időszakban, mert hogy igazából nagyon sok mindent nem tett meg, amit megtehetett volna, és egy csomó mindent tett, amit nem kellett volna megtennie. Van egyébként egy nagyon érdekes állítása, az egyik leszármazottja, talán az unokája mondja azt, hogy azért nem érdemes Kerenszkinek a fejére olvasni ezeket a dolgokat, mert hogy ebben az időszakban ő súlyos morfinista volt, és hát gyakorlatilag be volt tépve. És ennek következtében hagyta, hogy szétfolyjon alatta az ideiglenes kormány, meg a hatalom, meg a minden. Ez egyébként abból, ahogyan viselkedett, meg tette a dolgát tulajdonképpen még plauzibilis is, de sokkal valószínűbb, hogy csak az unoka próbálja mentegetni azt a fajta tényleg bénakacsa műveletet, amit ebben az időszakban ő már játszott. De az tény, hogy ha nagyon gondolkodóba is kellett volna esni, hogy ő most kinek adja át a hatalmat, tulajdonképpen a bolsevikokon kívül nem nagyon jött már számba senki sem. De hát az is nagy kérdés, hogy ki fogadta volna el Kerenszki kezéből a hatalmat. Mert hogy nyilván azzal, hogyha Kerenszki valakinek átadja a hatalmat, azért valami cserébe adni kell Kerenszkinek is. És Kerenszki ebben az időszakban már nem volt abban a helyzetben, hogy akárki is alkudozni akarjon vele. De hát most nagyon távolra érkezek meg, de hogy ebben a helyzetben van az, hogy lemondok és legyen választás? Tehát, hogy nincs kitalálva egyáltalán itt ez alatt a fél év alatt az, hogy ki, miért és hogyan kerülhet hatalomra? Nincs. Nincs nagyon kitalálva. Tehát ez nagyon-nagyon jellegzetesen oroszos lesz ez a történet. Tehát az alkotmányozó nemzetgyűlés küldöttségét
azt 1917 novemberében szavazzák meg, tehát akkor tartanak választásokat. Egy hónappal a bolsevik hatalom átvétel után. És azt egyébként az eszerek nyerik. És 1918. januárjában össze is ül az alkotmányozó nemzetgyűlés, majd az alkotmányozó nemzetgyűlés biztosítására kirendelt fegyveres matrózok pár óra tanácskozás után hazazavarják a küldötteket, mert ők éhesek. Tehát a parlamentarizmus az eddig tartott is ennyit élt Oroszországban. Akkor gyakorlatilag megérkezünk oda, amit oroszországi forradalom néven tudunk. Ez valójában arról szól, hogy a bolsevikok, ahogy már nagyjából le van játszva, meg látszódik, hogy ők azok, akik kormányzóképes alternatívát tudnak nyújtani a regnáló hatalommal szemben, egy puccs-szerűséggel átveszik a hatalmat, tehát a cár közelben sincsen, forradalomnak se híre, se hanva, és az, hogy október vagy november, az meg naptára válogatja. Ha jól sejtem, ez történik, hogy egyszer csak megelégelik Leninék ezt a bénakacsa állapotot, és elég erősnek érzik magukat az, hogy megcsinálják azt, amit júliusban nem sikerült. Pontosan. Hát egy valamiről érdemes még beszélni, ami talán izgalmas lehet, az, hogy ez most egy puccs vagy forradalom, az nem feltétlenül az eseményhez való érzelmi kötődést jelöli. Tehát sokan gondolkodnak úgy, hogy amit szeretünk, az a forradalom, és amit nem szeretünk, az a puccs, de ez tulajdonképpen ugyanaz a folyamat. Én ezt nem így látom. Tehát érdemes valamilyen jellegű definíciót rendelni ezek mögé, az akciók mögé, és hát a forradalom az mindenféleképpen egy alulról építkező, spontaneitáson alapuló tömegmozgalom, ahol talán még csak nem is az a legfontosabb, hogy megdöntsük a rendszert, vagy megszerezzük a hatalmat, hanem hogy a követeléseinket végrehajtsák. Ezzel szemben a puccsnál a prioritás a hatalom megszerzése, lényegesen jobban szervezett, mint egy forradalom, és hát amikor 1917. októberében, október 25-én a bolsevikok átveszik a hatalmat, az kifejezetten puccszerű jeleket mutat, hogyha ennél a meghatározásnál maradunk. Tehát viszonylag kevés forradalom kezdődik azzal, hogy légmentesen elzárják a fővárost, ahol forradalmat akarnak kirobbantani. Meg elfoglalják a főbb kommunikációs épületeket, meg elvágják a távvíró zsinort. Tehát ezek nem forradalmi tettek. Ezek egyértelműen egy készülődő hatalomátvételnek a... Előkészületei? Előkészületei, igen. Van valami, amire Leninék meg a bolsevikok tudják alapozni a hatalmukat? Vagy egyszerűen eddig nem működött, mostantól akkor mi visszük tovább, és igazából ezzel egy teljesen új korszakot nyitnak? Van. Arra tudják alapozni a hatalmukat, hogy a befürdött Kerenszki offenzíva után a bolsevikok lesznek a leghangosabb hirdetői a békevágynak. Tehát az ő programjuk az lesz innentől kezdve, hogy békét minden áron. És erre alapozzák a hatalmukat. Más kérdés, hogy ezt azért még Leninnek is nehéz lesz keresztülverni, még a bolsevikokon is ezt az elképzelést. Tehát azért hosszú az idő 1917 novemberétől 1918 márciusáig, amikor sikerül megkötni a Brest-Litovszki békét. De hát akkor a béke lényegében a fő pontja a bolsevikoknak, és ahogy megbeszéltük, egyrészt az időnk is lejárt, másrészt pedig, ha folytatnánk a történetet, akkor belecsúsznánk az orosz polgárháborúba, ami pedig hát egy eléggé nagy falat lenne erre az utolsó 4 percre, úgyhogy kedves hallgató, nagyon köszönjük, hogy eljutottál idáig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk, és kövesd a csatornát, ha pedig van olyan ismerősöd, akinek tetszhet, akkor oszd meg vele is. Balázs, hozzád a záró kérdésem az az, hogy mennyire értelmezhető ez a, hát nem csak pár éves, hanem itt a 19. század végétől, 20. század elejétől tartó folyamat abban a keretben, hogy ez egy kvázi modernizációs folyamat, ahol hát gyakorlatilag a szakrális királyságtól eljutunk egy valamiféle hiányzó polgári, ezek a fogalmak nagyon távol állnak tőle, de minden esetre egy alkotmányos irányba történő átmenet, amit végül a bolsevikok törnek meg és építik vissza, sok szempontból legalábbis más színekkel, meg más hatékonysággal ugyanazt a centralizált államot.
ez így egy valid összegzése a történetnek, hogyha a nagy képet nézzük? Tulajdonképpen igen, annyi helyesbítést tennék bele, hogy azért ezt ne nevezzük szakrális királyságnak, ahonnan indulunk. Ez egy kifejezetten abszolutista meggyőződés volt, hogy tulajdonképpen ez az Isten kegyelméből való uralkodásnak egy mindenféle korlátozás nélküli manifestációjaként működött a cári rendszer. De hát akkor ez miben különbözik a szakrális királyságtól? Hát, hogy a szakrális királyság az nekem egy kicsikét ódivatúbb fogalom. Az sokkal inkább egy olyan dolog, amit inkább az ókorban meg a középkorban tudnék használni. Míg maga az abszolutizmus, az abból a szempontból egy kicsit talán fejlettebb történet, hogy ezzel azért még a 17. században is kacérkodtak, mondjuk például Britanniában, a dánoknál is volt az abszolutizmusnak egy felívelő szakasza a 16. században. A 19. században még az osztrák császárságban is abszolutizmus volt. Ugye Ferenc József is Isten kegyelméből való uralkodóként kezdte az uralkodását. Amikor ugye egyszer csak úgy döntött, hogy súlyba dobja az olmüci alkotmányt, és ő inkább kényekedve szerint uralkodik. Tehát, hogy ez azért nem egy annyira visszanyúló, nem egy annyira régi dolog, mint amit mondjuk a szakrális királyság szavakból az ember úgy maga elé képzelne. Tehát, hogy egyfelől ezt a helyesbítést tenném, másfelől meg azt az alkotmányos átmenetet én inkább az alkotmányosság felé tett tétova lépésekkel helyettesíteném, mert sokkal inkább szerintem erről volt szó. Tehát azt nagyon jól érzékelted, hogy a polgári átmenetnek gyakorlatilag esélye nem volt ebben az időszakban, Oroszországban. Nagyon-nagyon-nagyon kismértékben tudtak ebbe az irányba elmozdítani akármit is a korszakban, és valóban tulajdonképpen egy abszolutizmusból abszolutizmusba torkolló pályáról beszélhetünk. Lentár Balázs, köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm.